A 60 éves múlttal rendelkező esemény célja, hogy a hallgatókat határon innen is túl tudományos művészeti tevékenységre ösztönözze, és fórumot biztosítson a legkiválóbb eredményeket felmutatók számára. Idén országszerte több mint 5600 hallgató mutatja be tudását 9 városban, 16 tudományterületen. A tudományterületek átfedik egymást, azonban lényeges, hogy ez a 16 szakmai bizottság által vezérelt konferencia, ez olyan saját hagyományt építi, és mi ezt pártoljuk is. Van közös is persze a dosszék, az oklevelek, a jelvények, a táskák, most benépesítik az országot. Összesen 71 ezer dokumentumot osztottunk szét. Vagyis van egy közös szellemiség, egy formai megjelenés, hogy lássa az ország, hogy van elitképzés, és mindenki a saját hagyománya szerint mutatja be a dolgozatokat, bírálja, díjazza. Az ünnepélyes megnyitón dr. Friedler Ferenc, a Pannon Egyetem rektora is köszöntötte a résztvevőket. A fontosság abból adódik, hogy a világ fejlődése elsősorban innovációra épül. Az innovációhoz pedig tudományos teljesítményre van szükség. Magyarország jövője is nagyban függ attól, hogy milyen mértékben tud részt venni a nemzetközi szintű innovációs folyamatokban, amihez természetesen nemzetközi évvonalba tartozó kutatásra van szükség. A konferencia egyik fő támogatója, a MOL NRT termékfejlesztési vezetője, Baladincz Jenő kiemelte, az egyetemekben és az iparágban közös, hogy keresik azokat a hallgatókat, akik képesek arra, hogy jók és egyre jobbak legyenek, és jobbá tegyék a világot. A megnyitón közreműködött a Pannon Egyetem énekkara is, majd dr. Ürge László címzetes egyetemi tanár szakmai előadásával kezdetét vette a rendezvény. Az esti fogadáson a Pannon Egyetem szimfonikus zenekara egy flashmobban lepte meg a résztvevőket, ezzel is színesítve a háromnapos megmérettetést. Veszprémben a kémiai és vegyipari szekcióban összesen 20 tagozaton mutatták be dolgozataikat a hallgatók, akiknek munkáját a szakmai zsűri értékelte. A zsűrinek elég nehéz dolga volt, hiszen nagyon sokszor félpontokon múlt az, hogy ki hányadik helyezést ért el. Az első vita az mindig a zsűriken belül van, ahol azt kértük a zsűriktől, hogy egyértelmű helyezéseket, egyértelmű sorrendet alakítson ki, és aztán utána a fő zsűrin dőlt az el, hogy esetleg még egy-egy díjat melyik tagozatba tudunk odaítélni, illetve hogy kikapják a külön díjat. Az eredményhirdetést az Ahulában tartották meg. A rendezvényt mindenki sikeresnek ítélte meg. A visszajelzések alapján én azt hiszem, hogy sikeres. Természetesen ehhez szükségünk volt támogatókra, akiknek a logóit láthatták is a konferencia ideje alatt, illetve a Veszprémi Vegyészekért Alapítványra, akik segítettek bennünket abban, hogy a hallgatóknak a jutalmakat megfelelő módon tudjuk kifizetni, és az egésznek a pénzügyi részét azt minél könnyebben tudjuk lebonyolítani. A biokémia, biotechnológia egyes tagozatban a Pannon Egyetem hallgatója Kók László nyerte el az első díjat. És az én témám az szerves anyagtartalmú hulladékok energetikai feldolgozására irányult. Ennek is egy speciális esetére, amikor mikrobákat használunk fel, és egy közvetlen áramtermelési folyamatot nyerünk a rendszerben. Azért választottam ezt a témát, mert már nagyon régóta érdekeltek a megújuló energiaforrások, és ez a mikrobiális üzemanyagcella technológia egy igen új technológiának mondható. Bálint Sára, a Szegedi Tudományegyetem tanulója, a bioszervetlen kémia területén bizonyult a legjobbnak. Nagyon szívesen mérek bent a laborba, szeretek ezzel foglalkozni, és hát ez a szokás ennek, hogyha az ember sokat mérnek foglalkozik valakivel, itt össze lehet foglalni az addigi eredményeket. Az aulában megtartott eredményhirdetésen nem csak az okleveleket és külön díjakat adták át, hanem a stafétát is a Miskolci Egyetemnek, amely 2 év múlva megrendezheti az Országos Tudományos Diákköri Konferencia kémia és vegyipari szekciójának következő eseményét.